Inelsz Design és Manager 3 firmware frissítés 3.3.27-es verzióval. Először is le kell töltenünk a 3.3.27-es verzióját az IDM3 szoftvernek, majd ezután kell a központi egységünket frissíteni. Ha letöltöttük a szoftvert, megnyitjuk, és a beállításokban megadjuk a központi egységnek az IP címét. Ezután a Device Managerben felvesszük az új a megadott központi egységünket. Ebben az esetben nekem ugye 01-es központi egységem van. Megadom a hardware címét, és visszakattintva a központi egységre elmentem azt. Ezután tudok csatlakozni a központi egységhez. Hogyha nekünk volt meglevő projektünk a központon, akkor le tudjuk menteni azt a programot, le kell mentenünk, mivel firmware frissítés után törlődik a rá megírt program, és ebben az esetben, hogyha lementjük, akkor utána már csak majd vissza kell töltenünk a végén. Ezután rámegyünk a firmware frissítésre, beolvastuk a központi egységet, és látjuk, hogy a 2.30-as firmware van rajta, és nekünk frissítést ajánl fel a rendszer, a 2.8a firmware-t. Ezt kell elindítanunk és rátölteni a központi egységre. Ha nem 2.30-as firmware lenne az eszközünkön, akkor lépcsőzetesen mindig a legfrissebb verziót töltsük fel, és úgy a legutolsó, legfrissebb verzióig. Elindítjuk a firmware frissítést, akkor néha komplikációk léphetnek fel. Most ezt példának is vehetjük, mivel most, amikor elindítottam, akkor nem fog elindulni egyből a frissítés. Ki is írta a hibát. Ekkor megpróbálhatjuk újra a feltöltés gombot, de hogyha ha nem indítja el, akkor pedig csak indítsuk újra a központi egységet. Központi egységet látjuk, hogy újraindítottam, lecsatlakozott róla a szoftver, ugye ez egy percig eltarthat, még újraindul a központi egység, és akkor az újraindítás után pedig már fel fogjuk tudni frissíteni az eszközt. Tehát kilépünk innen a firmware frissítésből. Újra csatlakozunk a központi egységhez. Látjuk ezt a kis sárga háromszöget. Ekkor tudjuk frissíteni a központi egységet. Megnézzük a hardware címet, és ezután pedig tudjuk frissíteni. Tehát indítsuk el. Elindítás után körülbelül egy 15-20 percig tart, amíg a központi egység frissíti magát. Jó, ezt én most átugrottam, és láthatjuk, hogy végzett a firmware frissítés. Miután végzett, foghatjuk és beolvashatjuk az eszközöket a CIP-buszról, hogy majd a többi eszközt is tudjuk frissíteni. Tehát visszamegyünk a Device Managerbe, és leolvassuk ugye az eszközöket a CIP-buszról. Ez egy pár másodpercig eltart. Ha beolvast az eszközöket a CIP-buszról, akkor utána visszamegyünk a firmware frissítésbe. És láthatjuk, hogy most már itt vannak az eszközök, és például a DA322M-nek elérhető egy frissebb firmware-e, akkor őt is egyből frissítsük föl.
ezek a kisebb eszközöknek a frissítése pár másodpercet vesz igénybe. Látjuk, hogy az SA 306M-nek is van egy frissebb verziója, ezt is feltöltjük. Természetesen, hogyha régebbi verzió lenne rajta, akkor ezt is lépcsőzetesen mindig az újabbat és újabbat töltjük fel, addig, amíg a legújabb nem lesz rajta. Illetve majd látunk még egy eszközt, az EST3-at, azt is frissítenünk kell. Tehát láthatjuk, hogy az EST3-at is frissítenünk kell. Ugye az 1.36-os verzióról, viszont ebben az esetben a 2.11-es verziót kell elindítanunk. Viszont az EST3 frissítése az kicsit több időt vesz igénybe. Tehát ez is körülbelül egy 10-15 percet vesz igénybe, amíg betölti az adatokat. Nem sokára végez is, mert én ezt így átugrottam. Ha végzett, akkor látjuk, hogy a 2.06-os verziót tette fel. Nem kell megijedni, nincsen semmi probléma. Erről a 2.06-os verzióról kell elindítanunk a 2.12-es utolsó verziót. Kiválasztjuk, és akkor elindítjuk a feltöltést. Jó, lassan végzünk a 2.12-es frissítésével. És akkor, ha végeztünk, akkor nincs más dolgunk, mint ugye majd vissza kell töltenünk a meglévő programunkat a központi egységre. De az esetben, mivel nekem nem volt programom, ezért én egy másik megoldást választok. De igazából, hogyha kék ikonra rákattintunk, akkor innen már ugye, hogyha az Open-nál megnyitnánk a programot, akkor fel is tölthetnénk a központi egységre. Viszont én most hozzáadok mondjuk egy helységet. És ugye akkor ezt fogom fölmenteni a központi egységre, mint hogyha ez a meglevő programom lenne, kiválasztani az aktuális beállításokat, és hogyha föltöltöm a programot, akkor utána már desktop üzemmódból ki tudom venni a központi egységet, és akkor futási üzemmódba tudom tenni. Tehát ha föltöltődött a program, akkor onnantól újra friss firmware-rel tudjuk használni az InAS rendszerünket.